Tisztelt hallgatóim! Mai időutazásunk során jussunk el egy térképhez, vagy nézzünk rá egy földgömbre, és jussunk el Németország majd, hogy közepéig. 1945 tavaszán a Vörös Hadsereg és a nyugati szövetségesek, főleg az angolok és az amerikaiak eljutnak majd, hogy Németország közepéig, az előre kijelölt demarkációs vonalig, és harapófogó szerűen körbeveszik a német katonai és a politikai náci elitet. Akik ott bujkálnak, akik épp hogy hadakoznak, és sokan le is teszik a fegyvert. Az elit, a politikai elit, sőt a katonai elit jelentős része nyugatra menekül, az angol szászok előtt szeretnék letenni a fegyvert. Megtörténik ez az Elbánál való híres találkozás az angolok, az amerikaiak és a szovjetek között. Készült később egy nagyon híres szovjet film, találkozás az Elbánál, ez már inkább ilyen Amerika ellenes élőfilm volt, a hidegháború alatt, no, de mindegy, és akkor kiderül az is, hogy az első kihallgatások során majdnem az egész náci elitet, amely Nürnbergben bíróság elé került, őket viszont angolok és amerikaiak hallgatják ki. Bár a szovjet tisztitáborok és az elkülönített cellák szintén megtelnek hadifoglyokkal, német tábornokok sora, akik 1943 eleje előtt, a sztálingrádi bekerítés előtt nem kerültek még fogságba, nem is volt egyetlen egy német tábornok addig fogságba, ezek sorra megadják magukat, kapitulálnak, hadifogságba kerültek, hányan voltak ezek a főtisztek, pontos számadataink nincsenek, körülbelül mai számítások szerint 380 és 390 között vannak. És a magyar tábornokok létszáma a szovjet hadifogságban, egyetlen egy adatot érdemes most idézni, 1946 és 1947 fordulóját vegyük alapul. 1946 végén szovjet fogságba Kruglov belügyminiszter Sztálinnak és másoknak küldött feljegyzése szerint összesen 45 magyar tábornok volt. 1947 májusában pedig némileg módosult ez a számsor, 44 tábornokról beszél a feljegyzés, 44 tábornokról szól a feljegyzés, és közel 12 ezer magyar katonatisztről. Ezek az adatok nagyon fontosak voltak Sztálin számára és környezete számára, és főleg az első kihallgatások során szerzett információ. Nem véletlenül Sztálin azt mondta egyik legközelebbi munkatársának, a ravasz örmény Mikojánnak, te Anasztás, képzeld csak el, ezek az adatok és ez az információ a közeljövőben nagyon fontos lesz a számunkra, hogy hogyan alakul, és hogyan alakítjuk majd a nekünk jutott megszálló területeket, a különböző kelet-európai országok sorsát. Na most a hadifogói táborokban egymás mellett ott voltak különböző barakkok, nem voltak, vagy alig voltak ilyen homogén táborok, csak németek, csak magyarok, csak románok, vegyesen raboskodtak ott a hadifoglyok. A közös lingva franca, hogy ilyen kifejezéssel éljek, az német volt. A tolmácsok pedig részint a helyi
hadifoglyok köréből verbúválódtak, de hát a szovjetek is beküldtek oda rengeteg tolmácsot, a politikai rendőrség és a katonai kémelhárítás és egy nagyon félelmetes szervezet, a SMERS, a front mögötti testület kötelékéből, a rövidítés is megfelelő, halál a kémekre, és ezek a tolmácsok és az operatív tisztek rendszeresen állítanak össze ilyen összegzéseket, összeállításokat, hogy mit nyilatkoznak a hadifoglyok egymással beszélgetve. Rengeteg volt az ügynök már az elején ebben a közegben, és a főtisztek közül legalább egy, de inkább több besugó volt általában, vagy az adjutánsa, vagy a csicskása, vagy más hadifoglyi tisztek, akik a közelükbe kerültek. Paulus tábornagy mellett 14 ember dolgozott szorgosan, plusz még 3 operatív tiszt is foglalkozott Paulus tábornok különböző kijelentéseivel. És akkor készültek hangulatjelentések is, ezek a hangulatjelentések ugyancsak nagyon gyakran kerültek Molotov, Béria, Sztálin és más szovjet vezetők, de nem több, mint egy tucat ember asztalára. Fogságba kerülés egy-egy katona, egy-egy főtiszt részéről, ez már egy külön lelki állapot. Azonnal nem döntött szinte senki, választani kellett, vagy kollaboráció, megegyezés, esetleg egy politikai fordulat, vagy pedig egy ilyen visszavonulás és a kihallgatások során ellenállás. Az utóbbi azonban egyre ritkábban jött elő. Sok német tiszt számára Paulus tábornagy esete volt a példaértékű, mivel ő egy idő után már szakít a hitleri vezetéssel, jól lehet ez egy egész érdekes folyamat, érvényesült Paulus mellett az úgynevezett Bismarck effektus a legelején. Bismarck ugyanis nagykövet volt a cári udvarnál, megtanult titokban oroszul, és egyszerűen, amikor különböző cári és más fogadásokon van, vagy tárgyalásokon, megérti, hogy mit mondanak az oroszok, nyelvzseni volt ilyen szempontból Bismarck. Egy Bezimenszky, Lev Bezimenszky nevű NKVD tiszt Paulus mellé került, és az elején nem vette fel, hogy ő tud anyanyelvi szinten, szinte németül. Mások is így jártak el, aztán Paulus előtt felfedik ezek a besugó szerűségek, hogy ők tudnak jól németül, és állandóan operatív tisztek foglalkoznak Paulusszal. Feljegyzéseket készítenek, majd felhívásokat, ezeket egy idő után Paulus alá is írja. És a német főtisztek egy része valamikor 1944 tavaszára már beérik, akik Sztálingrádnál mondjuk fogságba estek, kimennek a frontra, például a Bagration hadművelet alatt, amikor a szovjet csapatok, a Vörös Hadsereg neki zúdul Belarusziának, Észak-Ukrajnának, később Lengyelországnak, ott szétzúzzák a német egységet, és adnak konkrét tanácsokat. A különböző náció képviselői, bár nem szeretnék ilyen egykaptafára elintézni ezeket a dolgokat, különbözőképpen viselkedtek. Finnek, a kevés számú, magasrangú finn katonatiszt iszonyan ellenállnak. Ők egyszerűen nem kollaborálnak. A románok, ez a másik véglet, nagyon sokan
kollaborálnak szinte az elején. Nem véletlenül, hogy sorra jelentkeznek, jó lehet, de hogy voltak ők antifasiszták, hiszen a román megszálló hadsereg iszonyúan kegyetlenül viselkedett, Odessa környékén, Transzisztriába, másút közel 200 ezer ember, szovjet állampolgárok, zsidók, de részint ukránok és oroszok is, áldozatul estek a román megszállásnak, ebből 20 ezer ember élve lett földgyújtva. Na most a román főtisztek, hadsereg, a román hadsereg nagyon kegyetlenül viselkedtek, szinte azonnal megtörnek a legmagasabb rangú tisztek is. Magyarok valahogy középen állnak, először nem mutatnak túl nagy hajlandóságot, a magas rangú tisztek az együttműködésre, nem is olyan sok magyar főtiszt esik eleinte fogságba, de aztán 1944 tavaszán a németek megszállják Magyarországot, 1944 októberében a nyilasok német segédlettel hatalomra kerülnek, és persze, hogy a magyar főtisztek ettől kezdve egészen másképpen viselkednek. A szovjet hadvezetés számára nagyon fontos volt az az információ, mely Dálnoki Miklós Béla, az ideiglenes debreceni kormány későbbi kormányfője átadott Petrov tábornok környezetének, amikor átállt a Vörös Hadsereg oldalára, vagy például volt egy másik eset, ez csak egy példa, Hátszegi Hac átrepült, magyar katonai hírszerző, korábbi katonai atasé, átrepül egy repülőgépen, leszáll a szovjet oldalon, és egy csomó dokumentumot is visz magával a magyar, illetve a német csapatok pozícióiról. Még egy nagyon érdekes kérdés, a náci vezetés döntése nyomán a Wehrmacht vezetői, az Abwehr, a katonai hírszerzés, azon munkálkodik, hogy legyenek ilyen segédcsapatok a hadifoglyokból a Wehrmacht oldalán. És akkor hindu hadifoglyokat, muzulmán hadifoglyokat, a szovjet különböző nemzetiségi köztársaság hadifoglyait, ezeket összefogják és ilyen légiókat állítanak föl. Ugyanez megtörténik, mégpedig német példára, Szergó Mikoján, Anasztász Mikoján fia, aki az Egyesült Államokban élete végén élt, ott dolgozott és nagyon kutatta ezt a témát, ő kiderítette, hogy tulajdonképpen német példára a Szovjetunió is elkezdte létrehozni a különböző nemzetiségű hadifoglyokból álló, volt hadifoglyokból álló és kommunista emigránsokkal kiegészített ilyen segédcsapatokat. Érdekes viszont, hogy volt egy román alakulat, Tudor Vladimirescu hadosztály, volt horvátokból főleg és szerb emigránsokból álló kisebb jugoszláv alakulat, abszolút fasiszta érzelmű tisztek és katonák is oda kerültek, és ugyanakkor sem német, sem magyar katonai alakulat nem jött létre. A németektől félt Sztálin félig meddig. Ő tartott tőlük, és egyszerre felnézett rájuk. Nagyon érdekes véleménye volt a németekről. 44 végén, vagy 45 legelején valami ilyesmit mondott szűkebb környezetben, italozás közben, nyaralójában, hogyha németekkel egyszer együtt leszünk, hát akkor az egész világ a miénk lenne. De hát a németekkel mit kezdünk? Mi egy pánszláv bolsevik birodalom leszünk. Sztálin ezt a pánszláv bolsevizmus kifejezést 44 és 45 fordulóján egyébként még külföldiek jelenlétében is, persze szláv politikus sok jelenlétében is használta. Hogy miért nem lett egy Kossuth hadosztály, egy magyar hadosztályt megoszlanak a vélemények, Vas Zoltántól hallottam, neki pedig Luka László, a román kommunista vezető, de hát ő magyar volt, mondta, hogy képzelt Zoli, miért nem lehet egy magyar hadosztályt létrehozni, vagy akár egy magyar ezredet? Képzeld el, Bene Schmidt ármánykodik és akadályozza ezt. Ez nem egészen így volt, bár Benesnek ebbe fontos szerepe volt, a kulisszák mögött ez tény, de valamilyen oknál fogva Sztálinnak az volt a véleménye, hogy magyar
hadosztály ne legyen. Volt még szlovák hadifoglyok, és bekerültek a csehszlovák hadosztályba, bár ennek a hadosztálynak a többsége nem szlovákokból állt, hanem az elején, amikor még csak egy zászlóalj volt, furcsa módon kárpát-aljai gulágban sínlődő lakosok bekerültek oda, választaniuk kellett, vagy a gulágon maradnak, vagy úgymond önkéntesen belépnek ebbe a csehszlovák alakulatba. Kilencszáznegyvenöt késő tavaszán, de főleg nyarán a hadifogoly főtisztek, tábornokok és más magas beosztású vezérkari tisztek részéről egy új periódus kezdődött. Mindenki arról álmodik, hogy hát előbb-utóbb megköttetik a béke, most megvolt a náci Németország fegyverletétele, ennek is egyébként van egy ilyen rejtett története, Keitel, aki aláírja Zsukov marssal és mások jelenlétében a kapitulációt, nem volt hajlandó aláírni ezt a kapitulációt még pár órával korábban. A börtöncellában egy ilyen idegrohama van, és akkor egy Korotkov nevű szovjet tábornok, szovjet hírszerző, kegyetlen ember volt egyébként, például a Trocki titkárát egy kurd munkás segítségével 1937-ben Párizsban megöli, levágja a fejét és bedobja a Szajnába, ráijesztendő Sztálin legnagyobb ellensége, akkori ellensége Trocki híveire. No de mindegy, de ez egy nagyon eszes ember volt, kiváló hírszerző és egy okos ember. Bemegy Keitelhez, Zsukov marssal utasítására és azt mondja, hogy tábornagy úr, ne írja alá a kapitulációt, de legyen tisztában, hogy a náci Németország után Németország, mint demokratikus, vagy mit tudom én, polgári, vagy önálló állam nem fog létezni. Egyszerűen ilyen állam nem lesz Európában, hogyha ön nem írja alá a kapitulációt. Keitel aláírja ezt is, elkezdenek ábrándozni a különböző hadifoglyokat, egy-két évig, esetleg egy pár hónapig itt fogunk sínlődni a szovjet lágerekben például a kokáért, de hát csak kiengednek minket. Hát nem történt meg. Én egyetlen egy tábornok esetéről nem tudok, aki jelentkezett volna a táborparancsnokságnál, vagy bárhol, hogy ő már nagyon beteg, vagy ártatlan, vagy így, vagy úgy, és hazaengedték gyorsan. Nem volt ilyen. Ellenben az alacsony beosztású tisztek közül az 1940-es években, majdnem azonnal sokan kiszabadultak. Persze kellett, hogy Budapestről nagyon interveneáljon valaki az érdekükben. Részint egész csoportok mennek haza, ezek baloldali érzelmű emberek is, de részben pedig Budapestről Vorosilov marssal, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke, magyarországi elnöke, vagy utódja Szviridov tábornok, írtak rejtjeles táviratokat, írtak leveleket, és egy-két ember, fontosabb családok sarja, vagy egy nagyon baloldali ember, Rákosi Kommunista Párt nevében külön interveniál, de ezek kikerülnek. 1948-ban a Magyar Forradalom és Szabadságharc centenáriumán például jött egy ilyen levél Budapestről, Szviridov tábornok aláírásával, hogy centenáriumra van kerül sor, most ünnepségek, és a Batthyány család, az első független magyar kormány, 48-as kormány miniszterelnökének az egyik leszármazottja, szovjet lágerbe van, mint tiszt, kiengedik. Szent Györgyi Albert,
Szentgyörgyi Imrér, unokaöccsér interveniál, kiengedik, és egy nagyon érdekes könyvet ír a későbbi évek során, a gulág megpróbáltatását. De érdekes még, hogy Kállai Miklós miniszterelnök egyik fia is lágerben van, és Budapestről kérés érkezik, hogy hát engedjék ki őt, politikai okoknál fogva. És akkor a szovjet operatív tiszt ír egy rövid feljegyzést Kállai Miklós fiáról, hogy visszavonult valahogy, begubózott, és egyáltalán nem tesz ilyen ellenséges kijelentéseket. Általában a besúgó rendszer a gulágon és a hadifogoly táborokban iszonyúan működött, rengeteg forrás maradt meg, ezek a források olykor igencsak értékesek. Nagyon érdekes még, hogy a német főtisztek egy része már ebben a későbbi periódusban, tehát 45 nyara után, amikor Németország már nem áll hadban a Szovjetunióval, kapitulált, ezek a főtisztek hajlandóak kiegyezni a sztálini vezetéssel, némelyik még korábban is, angolszász ellenes alapon. Én azt hiszem, hogy azok a német főtisztek, akik Sztálinnak írtak levelet, vagy egyszerűen leültek a lágerparancsnokról, és tolba mondtak nekik mindenféle üzeneteket a szovjet kormánynak, őszintén gyűlölték az angolokat, és a háború utáni helyzetet a Molotov-Ribbentrop paktum jegyében képzeltek el. Persze ez egy naivitás volt a részükről. De például a német hadsereg, a Wehrmacht egyes számú olajjal foglalkozó szakértője, hát az olaj a 20. századi háborúk egyik legfontosabb motorja, leírta Sztálinnak, hogy a következő háború az olaj miatt kezdődhet a Szovjetunió és Anglia között, és jó lenne a német szakértőket is bevonni ebbe, és általában együttműködni a német hadifoglyokkal. Sztálin szabályosan majd, hogy kijegyzetelte ezt a dokumentumot. Na most a hazatérés reményében persze bármit mondhattak a tábornokok, hát nem mindenki, persze egy része, és a besúgók ilyen típus mondatokat, sztereotípiákat jegyeztek le, például az orosz ember jó, szláv látság, de ez egy kulturálatlan ország, miért vagyunk itt, és a szovjeteket nem szívlelem, gyűlölöm. Persze, hogy ezek a jelentések eljutottak a kémelhárítókhoz, és jaj, ezeknek a tábornokoknak, akkor szorul körülöttük a hurak. A hadifoglyok generálisok olykor az operatív tisztektől, egy egyszerű hadnagyoktól vagy századosoktól nagyon komoly feladatokat kaptak. Hátszegi Hacnak például le kellett írni az egyik szovjet láger tolmácsával beszélgetve, még az operatív tiszt se volt mindig jelen ezeknél a beszélgetéseknél, hogy mint szófiai és angarai magyar katonai attasé milyen nemzetközi kémeket ismert a török, illetve a bolgár fővárosba. És hát akkor ő elindult, neki ment, ő azt hitte, hogy ha nagyon sok mindent mond, akkor bizony neki sokkal könnyebb lesz a helyzete, esetleg elengedik. Hát időben persze nem engedték el, csak jóval később. De érdekes viszont, hogy a szovjetek átadják a szinte a teljes hadszanyagot, nem a teljeset persze, de a anyag lényegét a magyar hatóságoknak, de ez már Rákosi idején történt a kommunista hatalom átvétel után. Na most az évek múlásával volt olyan hadifogoly tábornok, aki vagy unatkozott, vagy egyszerűen bizonyos hát, könnyebbségekre gondolt, hogy kiviszik a városba, Moszkvába, ha Moszkva mellett volt a hadifogolylágerben, megmutatják a Tretyakov képtárat, vagy a Vörös térre elsétál. Ilyenre is sor került, hadtörténeti műveket gyártottak, nagyon részletes írásokat. Érdekes, hogy von Paulus tábornok Magyarországról is írt részletesen, mégpedig járt a II. Világháború, szovjet-német háború kitörésének a szakaszában Budapesten, és ezt is rögzítette nagyon komolyan.
még fontosabb volt a szovjet hírszerzés, kémelhárítás és a szovjet felső vezetés számára, amikor is ilyen adatbankok készültek a különböző főtisztek és tábornokok közlése nyomán, mindenkinek le kellett írni, hogy kik az ismerősök, és főleg kik kémkedtek a Szovjetunió ellen, kik kémkedtek a Nyugattal szemben, kik voltak az ügynökeik. Ezeket a háborút követően a szovjet hírszerzés megpróbálta ezeket az adatbankokat konkrétan használni. Persze az évek múlásával a memória törölt, de voltak olyan generálisok, akik hatalmas listákok készültek. Volt egy nagyon érdekes eset, de ez csak egy példa a sok közül. Egy egyszerű kis katona, közkatona, hadifogoly, Kamszarakán Péter néven jelentkezik a lágerparancsnoknál. Önként és dalolva bevallja, hogy ő most kis katona, de ő valamikor a berlini Abwehrstelle, vagyis a német katonai hírszerzés berlini irodájának a kulcsszereplője, fő munkatársa volt, ingázott Zágráb, Bécs és Berlin és Budapest között, nagyon sok időt töltött Budapesten, a felesége Gici Ilona volt, a magyar külügyminiszter, aki szemben állt egyébként a náci Németország a rokona, és hát ez a hölgy bizony dolgozott neki, vagyis a náciknak, a németeknek, és a gestápóval is jó viszonyban volt. És leírja részletesen, hogy kik voltak azok a magyar arisztokraták, akik jelentettek az Abwehrnek és a gestápónak a magyarországi különböző politikai mozgásokról, mert Hitler utálta a magyar arisztokráciát, hát a német arisztokráciát sem szívlelte nagyon, és hát ezek fontos információk voltak a náci vezetés számára. Csinált egy listát, és mivel hát Molotov, Sztálin, mások eléggé parvenő típusú emberek voltak, hű, ezek Windisch-Grétz család, Eszterházi család, Gici család, ki antifasiszta, ki együttműködik a náció, hű, és akkor Molotov például külön foglalkozott ezzel az üggyel. Na most voltak ilyen összegzések, mert dolgoztak nem csak operatív tisztek a lágerekbe, szovjet operatisztek, de besugók. És egy-egy fontos politikai esemény során ezek a besugók megkörnyékezték a főtiszteket és a tábornokokat, de olykor egyszerű katonákat, egyszerű alacsonyabb rangú tiszteket és ilyen látleleteket, informális bázisokat készítettek erről a lágerparancsnokok, tovább küldi Kruglov belügyminiszternek, vagy másoknak, és ez is eljut a szovjet vezetés asztalára. Milyen témákról készültek ezek a jelentések, pillanatfelvételek, például új német határok kijelölése, Németország elveszíti Kelet-Poroszországot, vagy Magyarország, a köztársaság elleni összeesküvés, mi a német tábornokoknak, mi a magyar tábornokoknak, a tiszteknek és a katonáknak a véleménye. Szovjet-angol száz konfliktus, a hidegháború kezdete, erről különösen sokat írtak, Tito lázadása, hát erről nem nagyon tudtak a hadifogoly táborokban, legfeljebb csak találgattak, és a Rajk ügy. Érdemes idézni Rajk üggyel kapcsolatban egy pár részletet, három tábornoknak a véleménye, hát elég obskuros gondolatok voltak ezek, de az is lehet, hogy a szovjetek szája íze szerint történtek ezek a nyilatkozatok, el lehet képzelni, hogy a magyar tábornokok tisztában voltak, kik azok a téglák, kik azok a besugók, akik rájuk voltak állítva. Gróf Stom Marcel tábornok. A magyar állam ügyészsége vádirata Rajk és bűntársai ellen arról tanúskodik, milyen kevés igazán becsületes és tehetséges ember áll napjainkban a magyar népköztársaság rendelkezésére. A magyar nép iránt igazán hűséges emberek közül az emigrációból hazatérő Rákosit, Vast, Gerőt és Andics Erzsébetet emelném ki. Ám nem áll elegendő erő a rendelkezésükre, és ezért kénytelenek voltak afféle kalandorokat beemelni a hatalomba, mint Rajkot, mivel jobban bíztak bennünk, mint a Horthy kormányzat régi szakértőiben. Ez Stom Marcel véleménye, a fent említett magyar kommunistákat ő ismerte személyesen, amikor fogságba kerül a Donkanyari katasztrófát követően. Karácsony László tábornok véleménye. Elképzelni is szörnyű, hogy Holmi, Rajk és Pálffy ilyen sokáig kézben tartották a magyar köztársaság külpolitikáját, rendőrségét és haderejét, és hány ilyen ember lapít még a kormányban? Fábián Lajos tábornok.
Ismertem Pálffyt. Tanítványom volt a Hadi Akadémián, amelyet el kellett hagyni a zsidó felesége miatt. Nagyon tehetséges ember. Arra vezetném vissza, hogy a kapitalisták szolgájába szegődött, és az amerikaiak és Tito ügynöke lett, hogy gazdag felesége bajor tőkés körökben forgulódott eredendően. Ez egy furcsa vélemény, érdekes vélemény, idézőjelben én például azt is elhiszem, hogy Fábián Lajos tábornok egyszerűen rájött, miért kérdezi annyiszor valamelyik ismerőse, na, mi a véleményed Pálffy tábornokról, a Rajkper egyik fő vádlottjáról, és hát ő direkt egy olyan szöveget nyomott le, amely szöveg a szovjetek szája íze szerint hangzott el. Voltak az évek, egyre kevesebbet kellett konkrét kérdésekről nyilatkozni hadifogságban, az operatív tisztek vagy mások jelenlétében a magyar, német, finn és olasz és más tábornokoknak, főtiszteknek. Eljött az irodalmi tevékenység, a hadtörténeti írások ideje, a múlt idézésének az ideje. Sztálin és Molotov alig várják, nagyon kíváncsi emberek, és hát rengeteg pletyka, rengeteg külpolitikát érintő információ is befut a különböző úgynevezett történeti vagy más összefoglalók révén, alig várják ezeket a jelentéseket. Sztálint különösen izgatta, hogy Hitlerről mit tudnak a fogságban lévő különböző nációkhoz tartozó tábornokok és tisztek. De amikor már valaki fogságba esett mondjuk 1944-ben, már akkor a sztereotíp kérdések között találkozott Hitlerrel? Látta őt? Szellemisége? Esetleg bolond ember? Idegbeteg ember? Mi a véleménye róla? És persze a fogságba esett tábornokok vagy tisztek úgy nyilatkoztak általában, tisztában voltak, hogy mennyire érdekes. Föltupírozták saját nagyságot, hát én nem is beszéltem Hitlerrel, de láttam, de beszéltem, de váltottunk egy pár szót. Elég rosszul jártak, mert kaptak egy rossz pontot, egy fekete pontot. A titkos iratok közé odaírták, hogy az illető találkozott Hitlerrel, hát ez nem volt valami nagy dicséret. Sztálin számára egy külön Hitler életrajz is készült, az adjutánsa és a fő lakája készítették ezt az életrajzot, amióta az megjelent, nem olyan rég, a történészek szőröstől, bőröstől szinte összes mondatot átnézik, és a legnagyobb megdöbbenésükre nagyon pontos ez az életrajz. Sztálin Hitler különböző környezetének a tagjait, különböző távoli rokonait is egybegyűjti, Ausztriából elhurcoltatja őket, még a húgát is, és valahol ott tartják egy Moszkva környéki lágerbe. Kíváncsi Sztálin, hogy mi van Hitlerrel, utólag is kíváncsi, hogy mi van vele, szinte egy élő személy Sztálin udvarában Hitler. Gyűlöli Hitlert, és nekem van egy olyan érzésem, hogy bizonyos fokig respektálja. Hasonló a hasonlónak örül. Na most a szovjet sajtót kiszolgálják, egyes tábornokok és főtisztek, akik fogságban hát raboskodnak, az állatorvosi ló a számunkra újszászi tábornok. Újszászi tábornok, aki a VKF-2 főnöke volt, a magyar hírszerzés és kémelhárítás tényleg egyik nagy ásza és szakértője, újszászi tábornoki Karádi Katalinnak a szeretője, aki tényleg a Horthy elit csúcsain is jól érzi magát, de időben fölveszi a kapcsolatot, legalábbis az ő bevonlása szerint közvetve. A nyugattal újszászi tábornok a Szovjetunióban, lágerekben, itt-ott, Moszkva környéki Krasznogorszkban is van, de kölcsön is adják Péter Gábornak és a magyar ÁVON-nak és a magyar politikai rendőrségnek kölcsön adják. Irodalmi vénája volt és hallatlanul jó memóriája. Több száz név jutott eszébe, de amikor egy nagyobb lélegzetű munkát kellett írni,
újabb információink szerint a Lenin könyvtár zárt részlegéből német és francia könyveket is kapott ehhez. Újszászi olykor iratják vele ezeket a cikkeket, ír egy levelet mondjuk a Pravda szerkesztőségébe. Tisztelt szerkesztő úr, tudom, hogy Giuliu Maniuról, román polgári politikusról kellene nekem most írnom. Úgy az topzódok az információ bőségről, Maniu per van Romániában, hát én leírom a véleményemet. Máskor az angolok állnak magatartásáról ír hasonló írásokat, aztán Drázsa Mihajlovics, a angol barát, de kommunista ellenes jugoszláv partizán hadsereg parancsnokáról is ír, aki, hát ha igaz, akkor a magyar kormánytól kapott hatalmas szubvenciókat, apanást, ez nem egészen így van, és a görög, ahogy írja Újszászi, monarha fasisztáktól. Most a legérdekesebb, amit ő Maniuról ír, ebben van igazság és van túlzás. Ő azt írja, hogy a Turnus-Severini tárgyalásokon ő vezette a magyar küldöttséget. És Turnus-Severinbe beért hozzá Bukarestből, a magyar követségről egy olyan hír, hogy Maniu készül egy nagyon nagy tüntetéssorozat megszervezésére, és később is készült a bécsi döntés után fellázítani Gyulafehérvárot meg máshol a helyi román lakosságot a magyarok ellen. Na és akkor Újszászi ezt jelentette Budapestről, döntés született, mégpedig Teleki környezetében, hogy Maniunak nagyon sok pénzt, 1 millió lejt le kell tenni, és akkor ő leáll ezekkel a dolgokkal. És amikor felhívta, írja Újszászi a Telekit, és megkérdezte, mi újság, akkor Teleki nevetett, Újszászi szerint, és azt mondta, hogy Maniu elfogadta a pénzt, és Újszászi hozzáteszi, hogy később is kapott Maniu pénzt. Ez csak részben igaz, Újszászi nagyon eltúlozta a dolgokat, de valahogy a szovjeteknek először nem tetszett ez az írás, amely később aztán megjelent rövidítve, átírva és átszerkesztve a Pravdába, mivel taglalja az írásban Újszászi, hogy Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt, amely nagyrészt magyar lakosságú, és lényegében kimondja, hogy ez egy elbirtorolt terület. Egy Lavrishev nevű szovjet vezető diplomata, Molotov egyik fontos munkatársa átírja az egészet, de valami jutalmat kap azért Újszászi, és az, hogy nem tudunk róla, hogy mit történt vele, részleteket alig tudunk róla, ez egy nagyon furcsa dolog. Ő az utolsó pillanatig, a jelek szerint, amikor már megint visszakerült Budapestről a Szovjetunióba, az utolsó pillanatban ilyen propagandistaként közreműködött és tájékoztatta részint a szovjeteket, rengeteg információt adott át, de német nyelven több tanulmányt és cikket vetett papírra. A különböző nációjú főtisztek, tábornokok különböző időszakokban, ha egyáltalán túlélték a hadifogságot, értek haza. Az olaszok és a románok kezdték a sort, ami a hazatérést illeti, és a japánok fejezték be, 1955 és 57 között engedik őket szabadon. Egyébként nagyon sok japán raboskodott Mandzsúriába, kiváló munkaerő volt az egész kvantungi hadsereg, körülbelül 600 ezer emberről volt szó az elején, és a japán tábornokok egy része, ez egy furcsa dolog, megszerette a Szovjetuniót, és amikor hazatértek Japánba egy páron, létrehoztak a Szovjetunió barátainak a szövetségét. Ez tényleg ázsiai türelem és különleges habitus kell. A németek későn érnek haza, három nagy hullámban, 1949-ben, most a főtisztekre gondolok, 1953 nyara, Sztálin halála után, és egy részük 1955 Adenauer nyugatnémet kancellár moszkvai útját követően. Hruscsovnak verte az asztalt szabályosan Adenauer, vannak tanulj ennek, és azt mondotta volt, hogy én innen nem megyek el, hogy egy csomó honfitársam nem jön velem együtt haza. Hát túlzás, hogy vele együtt, de haza is mentek. Nagyon érdekes, hogy a titkolózás hirtelen már nem számított a szovjetek részére.
A Wallenberg ügy például a titkok titka volt sokáig, ez tény. De Wallenberg a vladimiri börtönben német zárkatársakkal és cellatársakkal volt együtt, és a szovjetek el akarták titkolni a Wallenberg ügyet, de ezeket az embereket simán kiengedték. Szolzsenyicin egy olyan titkos kutató üzemben raboskodott, amely a belügynek volt alárendelve, ahol magas rangú és magas beosztású német műszaki emberek is dolgoztak, hadifoglyok, de már készültek 1949-ben haza, és a láger parancsnokság, mert ez egy láger volt tulajdonképpen Moszkva területén, hiába figyelmeztette a belügyet, hát mi titkos dolgokon dolgozunk, titkos kutatások folynak, a hazamennek, mindent elmondanak, valahogy a két szál nem futott egybe össze, és őket is elengedik. Most a magyar tábornokok jó része az 1950-es évek elején tér haza, de nem kerültek szabadlábra. Bírósági perek indultak ellenük, mint háborús bűnösök ellen, és Rákosi írt egy kőkemény levelet Sztálinnak, hogy mennyire el fognak bánni ezzel a fasiszta úgymond csürkével. Hazatérésük előtt a különböző lágerekben kötelező volt bizonyos létszámot a hazatérők közül, akár magasrangú tisztekről volt szó, akár tisztekről, őrmesterekről és közkadodákról, tulajdonképpen kötelezték a helyi parancsnokokat és az operatív tiszteket beszervezni ezeket. Voltak beszervezési kvóták, 5-10%. Nemrég derült ki, hogy az uráli lágerekben, ahol különösen sok német tiszt volt, de voltak magyarok is, voltak románok is, furcsa módon voltak szlovákok is, na most ezekben a lágerekben a hazatérésük előtt a tiszteket és a többieket nem csak beszervezni kellett, de megindult egy stahanovista verseny, ez a kifejezés nálunk az 50-es években jól ismert volt, élmunkás verseny indult meg, hogy ki az az operatív tiszt vagy lágerparancsnok, aki minél több hazatérőt szervez be. Ezekkel aláírattak papírokat, és hogy majd megkeresünk egyszer egy szép napon titeket, és majd a rendelkezésünkre fogtok állni. Aki megtagadta ezt, az nem is mehetett azonnal haza. Hogy mi történt ezekkel az emberekkel, és mi történt azokkal a kommunista érzelmű vagy baloldali érzelmű tisztekkel, akik ilyen antifasiszta tanfolyamokra mentek, de voltak karrieristák is egyszerűen, és akik korábban hazatértek, és kik azok, akik nem térhettek haza korán. Hát erről az egyik elkövetkezendő adásunkban még részletesen szó esik majd. Mm-hmm.